Faldum Gábor az év első felében több sérüléssel is küzdött, de az elmúlt hetekben már biztató formában dolgozott. A kínai világkupára a szokottnál kevesebb európai versenyző utazott el, azonban a japánok teljes első sorral érkeztek, valamint jelen voltak az ausztrál és az új-zélandi válogatott tagjai is. Emiatt már az úszásnál is nagyon meg kellett dolgozni a jó helyezésekért, majd jöhetett a kerékpár, ami Gábor számára nem várt meglepetést is tartogatott. Egy másfél kilométeres emelkedője 8%-os volt így a második kilométertől 4-ig körülbelül. De hát az első emelkedőn már így a harmadik, negyedik helyen az élmezőnnyel voltam, amikor próbáltam felváltani a nagy tányérra a lejtőre. Hát és az úgy sikerült, hogy ahogy túlváltottam, utána visszaváltott, és lényeg a lényeg, beszorult a lánca, leesett a láncon, beszorult a váz és a hajtó, vagy a lánctányér közé. A bajai sportoló így összeszedett egy 50 másodperces hátrányt, amit hihetetlen munkával a kerékpározás végére sikerült is ledolgoznia. Ennek megfelelően Faldum Gábor igen fáradtan szállt le a bringáról, és kezdte meg a futást, ahol aztán ismét alaposan kihajtotta magát. A dobogója sajnos nem tudtam már küzdeni, mert a futás első körébe ott elment fél percre a top 3, plusz leszakadva a negyedik, és a 5.-6. helyen kezdtem el, aztán onnan is még beszakadtam a 9.-ig, de aztán így a futás második felébe úgy magamra találtam, és akkor egy javuló tendenciával a 6. helyig tudtam zárkózni, az 5. is közel volt, de nem lett meg a végére. Hamarosan egy újabb távol-keleti túra következik Gábor számára. Október 21-én egy hongkongi Ázsia kupával melegít be a dupla világkupára, melyeket Dél-Koreában és Japánban bonyolítanak le október végén, illetve november elején.